Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is szeptember 23-án. A hold, a Jéhesta holdházban található. Ehhez el kell, hogy meséljem a történetet az indiai mitológiából. A holdat ők Csandrának hívják. Ő egy csinos férfi, és beleszeretett Rohiniba. Rohini a hajnalt jelenti. A hold nagyon szerelmes volt ebbe a fiatal lányba, és tett egy házassági ajánlatot. Rohininak az édesapja azt válaszolta, te elveheted a lányomat, de kell, hogy feleségül vedd a testvéreit is. A holdnak nem maradt más választása, el kellett, hogy vegye a testvéreket is feleségül, és naponta meglátogatja őket. A nagy szerelem természetesen Rohini. Amikor a hold meglátogatja a feleségeit, az nem más, mint a hold napi mozgása egy bizonyos holdházban. És van összesen 27 feleség, van összesen 27 holdház. A hold nagy szerelme természetesen Rohini, ő a legfiatalabb, és a legidősebb pedig Jéhesta. És a hold a mai napon ebben a holdházban van, és Jéhesta, ez az idősebb testvér, ez nem egy öreg lány volt, hanem egy bölcs nő, akire mások felnéztek, és kérték a tanácsát. És ezt érezzük a mai napon. Nagyon jó gondolataink vannak, bölcs döntéseket hozunk, vagy mások kérik a véleményünket. A hold a mai napon a kígyó tartó csillagképpen áll. Ez a kígyó tartó csillagkép nem más, mint Asklépiosz, az égi gyógyító erő vagy orvos. Ehhez is van egy mitológiai történet a klasszikus görög mitológiából. Asklépiosz az a napnak a fia, és ő a gyógyászatnak az istene. A kezében van a két kígyó, ami a megújulásokra utal. Az egyik kígyó az a mérget tartja magában, a másik pedig a gyógyerőt. A történet pedig a következő. Volt egy kisfiú, egy királynak a fia, és ez a kisfiú beleesett egy hordóba, ami tele volt mézzel, és majdnem megfulladt benne. Asklépiosz gyógyította őt. Választania kellett, melyik gyógyító erő hat. Az egyik kígyó, aminél a méreg van, vagy a másik, ahol a gyógyító növények hatnak. Szerencsére okos döntést hozott, és meggyógyította a királynak a fiát. Amit ez most számunkra közöl, hogy fontos döntéseket kell, hogy hozzunk. A másik, amire még oda kell, hogy figyeljünk, ezzel a kígyóval vagy kígyókkal mi is találkozunk az életünk folyamán. Ezek a szavak, amik elérnek bennünket. Az egyiknél, a mérges szavaknál hazugságokról van szó. Ezek az édes szavak, mint a méz. És ha mi ezt elhitjük, akkor ugyanúgy történik nálunk is, mint a király fiánál beleesünk ebbe a hordóba, ami tele van mézzel, mert olyan naívak vagyunk, mint egy kisgyerek, és nem veszük észre, hogy itt méregről, hazugságokról van szó. A másik kígyó, ahol a gyógyító növények hatnak, az a valóságot jelenti. Azokban hihetünk. Akkor is, ha nem olyan mézes-mázassan közlik ezt velünk,
de oda kell, hogy figyeljünk, mert ott van a valóság. A mai napon még mindig van egy kapcsolat, egy visszatekintő Mars bolygó és egy visszatekintő Szaturnusz bolygó között egy úgynevezett kvadrát aspektus, ezek kihívások, nehézségek, korlátozások. Itt elsősorban a férfiak érzik ezeket a nehézségeket. A másik kvadrát aspektus a mai napon a Hold és egy visszatekintő Neptun bolygó között van. Ezek is nehézségek, és Neptun bolygó hatása alatt gyakran hazugságokról van szó, ami csalódásokhoz vezethet. Tehát legyünk óvatosak a mai napon. A mai napon az indiai számítás szerint Merkur bolygó áttért a mérleg jegyébe, új témák vannak, ez az igazságot jelenti, a kiegyensúlyozottságot és a párkapcsolatot. Merkur bolygó a Sitra holdházban van, az Spica csillag hatása alatt áll, az azt jelenti, ha mi most beszélgetéseket tartunk, és azon harmonikusan, könnyűséggel történik, vagy aláírunk egy szerződést, az lehet egy kereskedelmi szerződés is, az gyümölcsöt fog hozni nekünk, de kell, hogy türelmesek legyünk, mire ez kivirágzik, mire ez termést hoz. És ez volt a mai felvételem, Mizós, szeptember 23-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!